Az Édes Élet előző adásában Győzi Zsoltit próbálta lefogyasztani. Itt van a padlizsán, van a szőke. Padlizsán. Ebben van középe húk, hogy mi? Krisztián hirtelen sok házi feladatot kapott. Nincs kedved segíteni? Nincs. Junior a felvételéje miatt izgul. Kettőt forogsz. Viktorék fontos telefonhívást kaptak. Na jó, nem vagy szomorú? Nem, egyáltalán nem vagyok. Szalontai Szilvi pedig bemutatta, neki mit jelent az édes élet. Győzinek ma nagy drámát kell átvészelnie. Elköltözik tőlük az ő Júliója. Thank you very much. Junior szíve reggel a torkában dobog, mert felvételizni indul. Hát először elmondom, hogy mit tetszett, jó? Viktorék kiállítást szerveznek. És én leteríteni egy hatalmas bársonyszőnyeget. Krisztiánnak fájdalmas kalandban lesz része. Úristen, dögök! Szilviék pedig egy kis kalandba keverednek a biciklis fiúkkal. Aztán Szilvi egy bringát? Nem, bérelik. Édes élet! Honnan veszed azt, hogy nekem van szerető? Móni mondta. Mindenki azt mondja. Csilla mondta. Anyám mondta. Mindenki ezt mondja. Hello! 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 Good morning! Morning, how are you? Minden oké van, megkávéztam, gyere ülj egy amoréért! Szerintem... Kofé? Akkor... Hozzá neki kofét? Thank you. Julio! Mi? Nem volt zavaros, hogy tegnap este bonyított velem a sarka? Hogy nekem van, úgy mondta nekem, hogy nekem van... Lady, prostituált lady, hogy én nekem van... Prostitu? Prostituált lady, yes. Prostituta? Prostituált. Hogy nekem van. Ha. Jelzedi? Ha, vele meg így megütsütötte. Prostituta? A prostituált, ha, hogy nekem már szerető. Ne. Hogy én ik libedik arra a lőnek. Győző már teljesen úgy kezeli, minthogyha legalábbis a fia lenne. Teljesen úgy kezeli, nem tudom mi lesz vele majd, hogyha esetleg arra kerül a sor, hogy Julio távozik tőlünk. Mari, ha eszed van, soha nem nősülsz meg. Soha. Te, én tudtam volna, hogy ekkora leszek, hogy most vagy. Most gondold el, celeb vagyok, jóképű, sukar vagyok. Sikeres vagyok az országban, sikítónak értem a rakni. Fölmegyek a színpadra, lejövök, minden rakni engem akar. Hát akkor ki ez? Hát akkor mi a f***-t nősültem meg? Hát kell nekem ezen jó? 40 évesen jöttem rá arra, hogy én 18. Gúgy? Ja, beha. Hello, Bea. Lelőn csícsaj, mert te képes leszel leforrasztni. Thank you. Okay. Azt hiszed, hogy azért, mert a konyhában vagyok, nem mondom, hogy te 40 évesen vagy 18. Ne üssünk meg a rakul előtt. Nem. Kérlek, kérlek, ne is nyújj hozzá, what, jó? What do you today? Megyünk sétálni, vagy mit akarsz csinálni? Sétál. Going walk. Jössz velem? Ah, today. De ma mit csinál? Mit te vagy a főnök? Futball. Micsoda? Hát engem a focival? Hogy ki lehet zavarni a világból? Ki? Hogy életemben nem fociztam? Igen. Hogy nem tudok focizni? Igen. Azért hagytam, hogy David Beckham focista legyen? Igen. Nem szeretek focizni. Na akkor futball, oké? Okay? Oké. Okay. Shopping? Dancing, shopping. Yes? You like dance? Nem, bemutatom neked izét, az öcsémet. Big, big, big brother. Mindent látom, big, big brother. Oké, oké. Okay, okay. Zoo klubba van, Zoo klubba dolgozik. Okay. Zoo Park. Zoo Park. Zoo Park. Park Zoo. Zoo Parkba, ő a... Hát de nem kecske szakállas, az kecske, Mori. Nem, maga a zoo, maga egy nagy zoo. Momentó. Ti. Na, most akkor nem tudom, mire akarsz megtanítani, de utálom a focit. Utálom, ez aki a labda utal teacher, szalabga. I teacher, teacher, a, okay. Teacher, rossz, még a jó pénzt megkeresitek vele. A focistak, minden focista gazdag. Csak az, hogy szalabga a labda után. Aztán minden nő a tiétek. Most ide, most én focizni utálok. Ne, oké, okay. Look, oké? Okay. Na, looking, oh. Igen. Hát ez pontosan menni fog, poho. Ti. Hát hogy ne. Hogy ne. Ne, 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 ne. Hát tulajdonképpen ez a Húlió,
Balaton terenyében nagyon jó focizik. Hajra a Húlió, hajra a Balaton terenye. Na gyere! Hára! Hát de ne szórakozzam, a két labdal van rúz! Ne csináld el ezt a hülyét, Húlió! Mert ahogy megszerettelek, úgy kész szereted belőle. Na, uslóz, koncentrálj! Brazil! Brazil, mi mondom, kivel szórakozol? Hát az a Húlió nem csak jó focista, meg csínos is, hanem mi milyen jó táncol, hogy milyen csípő mozgásai vannak, hogy egyszerűen elájult, a Batista irigy vagyok, a méregben nem látogdik, hogy ez a Húlió miket tud? One, two, three, four. Ez mi rendesen tud? One, two, three, four. Mik ez a jó fal neki, hogy tud, ez igen? More, tudsz, more, de nem csak focista, de csak csinálja, kell-e, csinálj. De csak csináljad, more. Guduru. Mi ez a guduru? A mon pra cima. Dicina. Cintura sota. Dicia. Dicia. Jackson. Dici ciampo io, kelle. More lei zazzotto, scegli. Vieni go. No. Guduru, oh. No. A mon pra cima. Cintura sota. Dicia. Dai, che porta. Oh, Giudi, Giudi. Danza guduru. Dici il devlo. Non scherzi ancora. Ma smetti tu, dici. Questo va. Ora cabeça, sacudo. Ei, name is Big Brother. Zsolti Mare! Hásd majd vissza a birkákot, itt van a külföldi rekló. Hásd ide, még nem látod birkákot. Láttam a birkákot. Looking, looking. Hásd vissza, Mare! Farm? Ei, name is Brother. Papa ráhagyta a birkákot. Nem nekem adta oda, neki. Mert azt mondta papa, hogy én celeb vagyok, én megkeresem magamnak, ő meg lett birkapásztor, én meg lettem művész, yes? Yes, ő celeb. Ej, celeb, ő meg birkapásztor, itt van egész nap. Zsolti, hagyd majd a raklónak a birkákot, Mare! Tulajdonképpen fontosnak érzem azt, hogy bemutassam a testvéremet, mert a testvérem. Mert maga Zsolt egy fakultatív program, amire befizetnek az emberek, kijönnek busztra, és megnézik Zsoltot, illetve a birkáit, illetve megnézik a gyönyörű tanyánkot. Nézzi, Műcsi Zsolt! Nézzi, ki a gyerek? Hát ez a ízi, a külföldi rakla, aki jött Evelinhő. Evelinhő, minek jött ez? Hát a nyelvet beszélni. Ha milyen nyelvet beszéljezte? Mare, a birkák szétmennek! Ott küldtem a kutyát! Nagy a gyerek, hogy nem beszél a nyelvünket, én nem tudtam, nem féltem ettől a dologtól, mert én minden emberrel tudok beszélni a földön, én mindenkivel. Ha másnap elmutogatom neki, hogy ki kivel van, úgyhogy ráhangolódok én a kis rácra. Hát ne úgy ma! Szia. I name is brother. Brother name? Yes! Papa, mama! Egy, papa, dude, mama, same, egy! Same. Egy, csak ő le van lakva. No, milyen helyzetem? Láttam a birkákot? Hát more, tiszta ízi a fejed, dikma, ha be vagy porsogva, káma. Hát mikor fürödti utoljára? Nice, nice. Hello. Nem nice, hát nem tudsz. Jöjjön, nézed őköt! Gyere, gyere, nézd meg őköt, gyere. Hát de Zsolti, be majd ordítani fog, ha bejön sarosan. Gyere majd ide! No problem, no problem. No problem. Majd kimossuk vízzel, H2O. H2O, oké? Oké, oké. Hogy hívnak téged? Name, name? Zsulu. Zsulu! Julio. 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 Oké. Mint papai. Látod? Ha. Father. Ha. Gyere, Győző! Juliónak nagy élmény lehetett, hogy találkozott Kossal, látta birkakot élőbe, meg érinthette az illatát, maga a természet lágyölébe belekerülhetett, mert mi tulajdonképpen minden nap találkozunk birkakkal, úton, útfélen. Gyere, egyet megfogunk akkor, gyere. No problem, ne? Gyere. No problem. Hát a Zsolti tiszta lesz, nézd, ma beleléptél, Húlió a Húlió, beleléptél a s***ba, nincs csak utána, úgy jössz be a haszba. Húlió, kaka, kaka. Hát beleléptél, utána be a kiszagassa a hajadot, more. Nagyon s*** volt a gyerek, mert akkor megtetszett nekem, mikor lejött a birkákon. Ez nem salát a gyerek, ez nem fél semmit ő, csak győzött és kiabált rá, hogy piszkos lett, ha majd nem mossuk vízzel. Gyere! Hagyj csak kicsit! Ma mennek el! Ma szürkület van! Mennek aludni! Sleeping! Szervusz Zsolti, csináld a munkát! Hol van viszont a gyerekét? Megyünk Tarjánba vásárolni, no szervusz! Megyek be Tarjánba? Igen! Nekem is meg kéne menni nekik venni, a patikába kéne venni kamillát!
Igen? Mert a kis baranyok... Hát de büdös vagy, így nem üsz be velem a kocsiba, én. Ma nem akarom a csizmát. Hát azt úgy üsz be velem a kocsiban, hogy gyerünk újra. Akkor én már bemegyek kézével. Büdös, büdös, büdös. 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 Akkor gyere. Mióta vagy itt Hungarianben? Majd hete van nálunk. No understand, sorry. So sorry. Ó, ma gyere, majd foglalkozni, gyere ma, akkor jössz vagy nem jössz, maradsz magadnak. Szóval, akkor maradok, megyek én is. Maradok. Ez a nóta, me Julio. This night, ah! Kutya mindenit, ez az élet, de sötét, de sárga. Állok, mint egy fa kereszt, veledek én mamában. Erezd rózsám, erezd be. De nem vagyok én beborozva, serezve. Na, te vagy. Azt a kutya. Azt a kutya mindenit. Ez az élet, de csinálj, de sáros. Állok, mint egy fa kereszt. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Julio, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Nagyon-nagyon nehezen engedlek el a szívemből, ezt tiszta komolyan mondom, a Jóisten megyen el engem. Nagyon megszerettelek téged, ha még azt mondom, mi jobb lett volna, hogy ez a tiszta bolond beléd szeretett volna. Julio, itt van a cigány kenyér. Áldjon neked a jó, Bea, Kuki Mami, ahogy szoktad mondani, Bea, Kuki Mami. Áldjon meg a Jóisten minket, hogy egy ilyen gyereket küldött. Amen. Ilyen vő kell nekünk, aki a győzőt így tudja kezelni. És szereti Evelyn, de nem így haverként, hanem úgy igaziból szerelemmel. Annak így nagyon fogok tudni örülni. Valami ilyesmire gondoltam egyébként tényleg, mint a Julio. Thank you very much, your father and your mother, Virági, and you. Very gentleman. Mit mondod? Very funny. Simpatic, friendly. Oh, thank de, you very much. Hogy nekem szimpatikus. Nagyon nehezen engedek el embert, és én nem szoktam ríni, de most rína akartad, mert hogy milyen jó gyerek vagy, hogy Jóisten vegyen el. He will cry, because of you. Don't cry, don't cry, don't cry for me, Argentina. Nem. Asalari. Asalari bomba, asalari bomba, bomba. Győzi. Hát miről beszélünk? Én vagyok neki Vater. I name is Vater. 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 Name is Big Vater. De ha meg fogom hallgatni Lady Gaga a rádióban, te fogsz eszembe, hogy mondjad neki. A Lady Gaga rádió. If he listen. I read a bedroom man. Good. Julio. Hát, hogy mondjam. Gyere! Thank you, Juzi! Hát nagyon szépen köszönöm, basszus! Figyelj! 17 éve csinálom ezt a szakmát, megismertem embereket, de te szív vagy, van lelked, van szíved. Megfogalmazom, én nekem valami ilyesmi vőre lenne szükségem, aki ilyen szeretettel, meg így bánt velünk, meg megértetted, meg értetted a poén, nem voltam sok neked, meg elviselted azt, hogy Odival ordítozunk, meg jó csávó vagy. Nem egy csúnya se vagy. Nem csúnya. Nem csúnya, de elnadikul. Agyad is van. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, a okos lányom ott van ki, mert összevesztem vele, én nem foglalkozok vele a Didi Borkával. Ott van ki. Okay. Jó, a Jóisten adjon neked erőt, egészséget, vége van a tábornak. Gyere még vissza, főz az asszony jó étel. Okay, I promise. Come back. I'll come back, okay? Okay. Thank you very much. It's nice to meet you. Baszki, nem egyszerűen. No cry, no cry. Ha tulajdonképpen szomorú vagyok, mert megy a foci pályára, itt hagy minket. A pályát válassza nem minket, mert ő egy jó focista. Jegyet jegyezzél meg, hogy nem tudnak utánozni, és te vagy a legjobb, olyan vagy, mint én. Lito magyarul. Lito, nem jelent semmi van, mégis megértettük egymást egy hétig. Mégsem voltak gondok, hogy nem értettük egymást.
Oké? Oké. Ciao, Julio, az Isten áldjon meg, és köszönjük szépen ezt a csodálatos egyhetet okannal. Evelino, siess vissza, köszönjél tőlem! Azt a kutya betyarja. Biztos, hogy az elkövetkezendő napokban biztos, hogy sokszor fogom azt hallani. Ha Julio itt lenne, bezzeg Julio, bezzeg így. Julio ezt is megcsinálta nekem. Gyerekek, lehet, hogy az Isten engem megbabonázott, de jó lenne visszajönni. Meg a francot öregettünk, meg öreg az, aki akar, én most vagyok 18.